Tolna megye minden jelentős középiskolája, 19 felsőoktatási intézmény és a szakképzési centrum minden intézménye elhozta kínálatát a jövőt záloga szakkiállításra. Itt a diákságot, a szülőket, pedagógusokat érdeklik ezek a kiállítások, és hogyha most nem lenne senki, akkor jövőre valószínű, hogy nem érkeznének, és nem jönnének, nem jelentkeznének. Az érdeklődés nyilván vonzza a kiállítókat is. Vannak olyan diákjaink, van olyan tanuló ifjúság, akikért érdemes idejönni és megpróbálni, nyilván ez egy versenyhelyzet. A szakképzési centrum 9 tagintézménye hozta a kínálatát a továbbtanulásra készülők és az egyelőre az orientáció korszakában lévő gyerekek számára. Nagy örömmel mutatjuk be a tagintézményeink programját, és nem pusztán szórólapokat szeretnénk szórni és bemutatni a jövő évi képzési palettánkat, hanem szeretnénk, hogyha a kis tandjainkon bepillantást kaphatnának a tanulók, szülők, illetve a pedagógusok a tagintézményeink életébe, programjába. Interaktív játékokat, kis játékokat állítottak össze a kollégáim, amin keresztül bepillanthatnak a különböző jövőjében induló szakmáinkban. Hiszen megújul a szakképzés a jövő évtől kezdve, már a szakgimnáziumi képzést technikum fogja felváltani, a szakközépiskolát pedig a szakképzőiskola fogja váltani. Szeretnénk, hogy ezt a változást be tudnánk mutatni a szülőknek és a partnereinknek ezen a kiállításon. Mi hisszük azt, hogy a tudás nem a fejből megy a kézbe, hanem a kézből a fejbe. Mi nagyon gyakorlatorientáltan szeretnénk a munkákat végezni, hiszen erről szól maga a szakképzés is. Ezért itt sok-sok játékkal, gyakorlattal segítjük a gyerekeknek az affinitásának a kialakítását. Sok fiatal ezen a fórumon találkozik először olyan iskolával, akik a szakképzés területén dolgoznak. Az általános iskolai képzésben nem jut erre idő, és kellő lehetőség sem a döntés és a pályaválasztás előkészítésére. Ezek a gyerekek itt azt megtanulhatják és megtapasztalhatják, hogy milyen egy szakképzésiskolának a kínálata, mi az, amit itt meg lehet tanulni, de ez nyilvánvalóan nem elég, ehhez el kell látogatni az iskolába, sőt, én azt szoktam javasolni, hogy tájékozódni el kell olyan szakemberektől, akik ezt a szakmát művelik, vagy éppen olyan szakemberektől, akik ezt tanítják. Tehát a nyílt napokkal én ezt mindenképpen kiegészítem és fontosnak tartanám. Nagyon fontos az, hogy a fiatal korosztály is megjelenjen ezeken a kiállításokon, mint éppen a mai napon is. Azok, akik még messze vannak a pályaválasztástól, de a pályorientációhoz sosincs elég korán kezdeni a dolgot. Szerintem ez a rendezvény erre most egy kiváló lehetőség a tanulóknak. Ez egy megfelelő lehetőség, bár mi ezen kívül, az alkalman kívül azért azt is kihasználjuk, hogy a környező általános iskolákban úgynevezett pályaválasztási roadshow-t tartunk, ami az elsődleges merítési körzetünk, de hát mindenképpen ez a kommunikációs eszköz is egy megfelelő lehetőség, mert általában nem csak a diákok, hanem van, aki szülővel érkezik, és akkor itt is be tudjuk mutatni a saját tamási iskolánkat. Úgyhogy én ezt jó lehetőségnek tartom, és minden évben ki is használjuk. A 12-13 éves korban lévőknek a legfőbb feladat az orientáció, mondta Juhász Gábor. Folytatni kell ezt az orientálást ebben a korban. Minden kisgyerek szeret építeni, szeret rakosgatni, színezni, tehát minden kisgyerek kreatív. Ez a kreativitás, ez átforgatható a szakképzés irányába. Minden gyereknél ezt ki lehet használni, és ki kell használni. Ez a mi elemi érdekünk, ebben biztos vagyok. De a gyerekeknek is, mert a saját kézmozgásait, amikor fejleszti, a saját gondolkodást, amikor fejleszti, akkor igazándiból abba az irányba megy, ami nekünk jó, és ami neki is jó lehet. Sikerélményt kap, a sikerélmény pedig elviheti a szakképzés felé. Sok esetben még semmiféle távlati perspektívájuk nincsen, viszont az információ átadását nem elég korán kezdeni, úgyhogy mi megpróbálunk ennek érdekében mindent segítséget megadni és támogatást megtenni. Ezek a lehetőségek most már olyanok, hogy azt gondolom felveszik a versenyt bármilyen másik szakmával, diplomával. A jó szakember az felér egy diplomással, és ezt teljesen komolyan is gondoljuk. A jövő esztendő változásai azt célozzák, hogy a szakképzés még vonzóbbá váljon a fiatalok körében. Erre az első jelek már most is megvannak.